Köszönöm szépen! Pesti Csaba vagyok, az Agrárgazdasági Kutatóintézet munkatársa. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és azzal kezdeném az előadást, hogy sajnos csalódást kell okozzak, mivel nem egy konkrét kutatással készültem, tehát nem egy, annak ellenére, hogy kutatóintézetben dolgozom, nem egy kutatás bemutatásával készültem erre az előadásra, hanem azzal, hogy megpróbáljam azt összefoglalni, hogy az információtechnológia fejlődése miatt ugye nagyon komoly technológiai váltás következett be a mezőgazdaságban. És ezt fogjuk most együtt megnézni, hogy ezek a változások az üzemi döntéshozataloknál, tehát mennyire tudtak hasznosulni, tehát az agrárcégek, az agrárvállalkozók, a gazdálkodók, mennyire tudják ezeket az adatokat használni. Nézzük meg akkor, hogy milyen témák szerepelnek ugye az előadásban. Az elején át fogjuk venni, hogy a legfontosabb ágazatokban, a növénytermesztésben, kertészetben és az állattenyésztésben mit is jelent a precíziós gazdálkodás, mit is jelent a digitalizáció. Utána válaszokat keresünk arra a kérdésre, hogy ezt a sok adatot miért nem használjuk megfelelően, miért használunk ilyen kevés részt belőle. És a megoldásokon is fogunk gondolkozni, és vigasztalásképpen majd hozok néhány példát az agrár szakigazgatásból, hogy lássuk, hogy esetleg nem is olyan rossz a helyzet a mezőgazdasági termelésben. Hát, látszólag elvont bevezető gondolattal kezdeném. A precíziós gazdálkodásban a digitalizáció, a szenzorok használata nagyon sok mindenben hasonlít az emberi érzékszervekhez. Ugye az emberi érzékszervek hallás, látás, szaglás rengeteg információt befogad, és ezek az információk bekerülnek az agyba. Nagyon kevés részét, nagyon pici részét használjuk tudatosan ezeknek az információknak, de azért még ott vannak. Ugye a mezőgazdaságban is nagyon hasonló a helyzet, ott ugye érzékszervek helyett szenzorok vannak, ezt megnézzük majd kicsit részletesebben. A szenzor alatt értem azt, hogy majdnem minden újabb traktorban benne van a GPS, majdnem minden kombányban benne van a GPS, meteorológiai készülékek folyamatosan mérik a talajhőmérsékletet, levegőhőmérsékletet, csapadékot. Tehát ezek mind szenzorok, és akkor a bonyolultabbakról, tehát az épület vezérlésekről, az automatizált üvegházakról, állattartó telepekről még nem is beszéltünk. Tehát nagyon sok információt ezek a szenzorok eltárolnak, viszont nagyon-nagyon keveset tudunk ezekből használni. Egy fontos különbség van, hogy az emberi agy valahogy a nem tudatosult információkat is eltárolja, és néha még használja is. Sok pszichológus ugye úgy gondolja, hogy az intuíció az nem valami csoda, vagy valami ködös valami, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy a befogadott, de nem is tudatosult információk valahogy mégiscsak felszínre törnek. Hát sajnos az a rossz hírem van, hogy a mezőgazdaság digitalizációjában, itt a szenzoroknál ez nem működik. Amit tudatosan nem akarunk elemezni, vizsgálni, kiértékelni, azt biztos, hogy ott marad a felhőben. Bekerül az adat, valaki esetleg tárolja, de senki nem fog kezdeni vele semmit. Nézzük meg akkor legelőször is a szántóföldi növénytermesztést. Ugye ez az az ágazat, ahol az elmúlt Magyarországon is, de többi országban is, de most Magyarországról beszélünk, a EU csatlakozás óta a legjobban nőtt a jövedelmezőség. Ugye ez köszönhető a növekvő 2007 óta kisebb megszakításokkal növekvő terményáraknak, köszönhető a területalapú támogatásnak, ugyanaz 70 ezer forint per hektár körüli támogatási összeg, ez azért mindenképpen javítja a jövedelmezőséget, tehát a szántóföldi növénytermesztőknek van pénzük. És ennek megfelelően, mivel a kereslet is van, a technológia is talán itt ebben az ágazatban terjedt el a legjobban. Itt a technológiai megoldásokról csak nagyon röviden, inkább ilyen összefoglaló jelleggel fogok beszélni, és elterjedtségi sorrendben próbáltam ezeket összeszedni. Ugye vannak a GPS sorvezetők, ez mit is jelent pontosan? Itt arról van szó, hogy ha jó a traktoros, akkor nem kanyarok, hanem egyenesen megy. Tehát amikor oda-vissza jár, akkor nem nagyon van átfedés a munkagép által lefedett munkaszélesség között.
Ehhez azért oda kell figyelni. Na most a GPS sorvezető és az automatikus kormányzás kombinációja pont azt oldja meg, hogy mondjuk egy talajművelésnél az oda-vissza úton csak 10 centire fedjen át, ne fél méterre. Ha ezt kiszámoljuk, akkor rengeteg gázolajat ugye meg lehet takarítani vele. Ezek a megoldások azért valamennyire elterjedtek. A hozamtérképeket Magyarországon talán kevésbé használják. Itt ugye arról van szó, hogy még egy táblán belül sem homogén a talaj. Előfordulnak talajfoltok, előfordulhatnak egy táblán belül bizonyos területek, és ezeken ugye rosszabb a talaj minősége. Tehát ha megnéznénk azon a pár 100 négyzetméteres folton a hozamokat, akkor jobban alacsonyabbak lennének. Na most ennek megfelelően oda akkor kár pazarolni a vetőmagot, kár pazarolni a műtrágyát, kár pazarolni a növényvédőszert. Tehát nem kell annyi input anyagot felhasználni ezeken a talajfoltokon. Ugye ez hozam térképek segítségével, és természetesen a több éves tapasztalat, szaktudás segítségével állapítható meg. A hozam térképeket távérzékelés segítségével tovább lehet finomítani. A távérzékelést egyébként a növényvédelemben is nagyon jól használják. Nem csak a műhold felvételekre gondolok, hanem a drónokra is. Tehát egy apró technológiai megoldás, hogy ugye azt gondolná az ember, hogy egy 50 hektáros tábla a növényvédelme valamennyire homogén, hát nagyon gyakran nem az. A tábla egyik részét kellene permetezni, a másik részét nem kellene permetezni. Ugye, ha nincs precíziós gazdálkodás, mit tud csinálni a gazda? Hát mind az 50 hektárt lepermetezi, holott csak 5 hektár a beteg, tehát csak oda kellene kiutatni a növényvédőszert. Na most egy drón segítségével azért elég jól megállapítható, hogy hol vannak azok a foltok, ahova ki kell juttatni a növényvédőszert. És akkor eljutunk oda, hogy a hozamtérképek, a GPS adatok alapján olyan munkagépei legyenek a gazdának, amelyek precízen ki tudják juttatni a műtrágyát és a növényvédőszert is. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a GPS koordináták alapján a permetezőgép tudja, hogy erre a foltra kell permeteznie, erre a másik foltra kevesebbet kell, erre a nagy foltra meg egyáltalán nem kell. Műtrágyával ugyanez a helyzet, területileg meg lehet határozni, hogy pontosan melyik részekre mennyi műtrágyát juttasson ki. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy műtrágya költségeken és növényvédőszer költségeken nagyon sokat lehet spórolni. Van egy rosszabb termőképességű terület, akkor mi történik? Ott ugye nem érdemes annyi műtrágyát kiuttatni, nem kell hektáronként, én nem tudom, 150 kg nitrogén hatóanyag, hanem oda elég csak 80, mivel alapvetően nem hozná be, nem térülne meg a ráfordítás. Ugyanez a növényvédőszerrel is. A vetésnél is alkalmazzák a precíziós eszközöket. Ez még kevésbé elterjedt Magyarországon, de van rá példa, hogy a jobb minőségű területekre több vetőmagot juttatnak, a rosszabb minőségű területekre pedig kevesebb vetőmagot juttatnak. De ez volt a szántóföldi növénytermesztés. Nézzük meg a kertészetet is. A kertészetben alapvetően a kertészet alatt értem a szőlő, gyümölcstermesztést és a zöldségtermesztést is. Ugye van egy olyan része a kertészetnek, ezek az automatizált üvegházak, amit teljesen átjár a digitalizáció, az információs technológia, enélkül nem is lehetne termelni. Tehát egy fűtött üvegház, ahol talaj nélküli paradicsomtermesztés van, vagy talaj nélküli kígyó uborka termesztés, azt nem tudjuk elképzelni anélkül, hogy digitalizáció, számítógép vezérlés ne legyen. Tehát itt mindenképpen működik. De ez ugye még a zöldséghajtatásnak is csak egy viszonylag kis része. Nagyon sok hideghajtatás van, nagyon sok olyan fólia van, ahol nem teljesen automata a termesztés technológia. De térjünk át akkor az ültetvényekre, illetve a szabadföldi zöldségtermesztésre. Ugye a zöldség-gyümölcs termesztésben ültetvényeknél nagyon fontos a fagyvédelem, tehát ott nagyon nagy kárt tud okozni, akár egy rövid ideig tartó fagy is, vagy egy jégeső, vagy bármilyen természeti csapás. Na most az egy elterjedt dolog, hogy meteorológiai, saját meteorológiai állomást helyeznek el az ültetvényben, és akkor a mikroklímát ugye tudja mérni, és gyakorlatilag ebben az esetben a gazdának folyamatosan van arról adata,
hogy milyenek a légköri viszonyok, a páratartalom, a talajhőmérséklet, a talajnedvesség az ültetvényében. És akkor itt jövünk is a következő lépéshez, a kórokozó modelleken alapuló növényvédelmen. Ugye mit jelent ez? Ez egy nagyon rövid mondatban annyit jelent, hogy a meteorológiai, saját meteorológiai készülékem, amit én az ültetvényemben kihelyeztem, mindjárt meg is mutatom, ha sikerül. Az alsó képen látható a meteorológiai készülék, tehát küldi az adatokat, és egy előre jelzett időjárás alapján ugye megmondja a modell az esélyét annak, hogy egy fuzárium fertőzésnek mi az esélye, és akkor kell permeteznem, ez a növényvédelem egyik nagyon fontos eleme, amikor még nem beteg a növény. És ha ezek a kórokozó modellek megmondják azt, hogy ennyi és ennyi eső várható, és akkor emiatt én nem tudom, peronoszpóra fertőzés nagyobb lesz, vagy lithalmat fertőzés nagyobb lesz, akkor egy megelőző csapásként el tudom végezni a növényvédelmet, és egyrészt ugye jobb minőségű lesz a termés, nagyobb lesz a hozam, másrészt meg lehet, hogy így csak egyszer kell permeteznem, egyébként meg háromszor kellene. A precíziós öntözés az nem nagyon terjedt el Magyarországon. Öntözésen nagyon terjedt el, de ez egy másik kérdés. A precíziós öntözés végképp nem. De mit is jelent ez? Ez ugye azt jelenti, hogy pontosan annyi vizet adjunk a növénynek, amennyire szüksége van. Ne többet. Mert a víz az drága, a kijuttatás drága, tehát a benzin, vagy a villamos energia drága, és csak annyit öntözünk, amennyire szüksége van. Hogy működik ez a gyakorlatban? Úgy tud működni, hogy szenzorok mérik a talajnedvességet, a csapadékot, tudjuk a talaj minőséget ugye ismerjük, talajszerkezetet ismerjük, tehát tudjuk, hogy mennyi víz szivárog el, mennyit tud tárolni a talaj, és ezeknek az adatoknak megfelelően kalkulál a szoftver egy öntözési gyakoriságot és egy kiuttatandó vízmennyiséget. Tehát nem érzésre fog öntözni a gazdálkodó, hanem tapasztalat, illetve a öntözési modell alapján. És az utolsó ágazatunk az állattenyésztés. Itt terjedtek el Magyarországon legkevésbé az információtechnológiai megoldások. Állattenyésztésben ugye nem véletlen az, hogy az állatlétszámok az elmúlt 20 évben Magyarországon finoman szólva lecsökkentek, szarvasmarha létszám kevesebb, mint egyharmadára, a sertés létszám az szintén kevesebb, mint egyharmadára. Alacsonyabb a jövedelmezőség az állattenyésztésben. Ennek ellenére azért előfordul, hogy egy-egy telepen automatizált megoldásokat alkalmaznak. Ugye a sertéstenyésztésben, baromfitenyésztésben a leggyakoribb, ez itt arról van szó, hogy a takarmányozás számítógépekkel oldják meg, és emberi erő minimális, illetve a munkaerőre csak a felügyelet tartozik. A jobb esetben előfordul az is, bár ez Magyarországon elég ritka, a tejtermelésben szokott előfordulni, hogy egyedi takarmányozás történik. Tehát egy-egy telepen a tején nyakában egy olyan nyakör van, ami ugye egy egyedi jelet tartalmaz, és akkor tudják, hogy mennyit eszik az állat, mennyit tejet termel, mennyit mozog, és így a egyedi viselkedési szokások alapján esetleg a tartás technológián tudunk változtatni, hogy ne 8000 liter tejet termeljen egy év, 8000 kiló tejet termeljen egy évben, hanem mondjuk 8500-at. Tehát az egyedi takarmányozásnak és az állatok egyedi jelölésének ez lenne az értelme. És akkor próbáljunk választ találni arra a kérdésre, így együtt, hogy ennek ellenére, annak ellenére, hogy a technológiai lehetőséget adottak. Miért van az, hogy valahogy mégsem használják ezt a mezőgazdaságban? Ugye nagyon sok oka van ennek, én is csak egy részét tudom ennek megfogni, de egy nagyon fontos, hogy a legtöbb esetben a mezőgazdaság elég jól működik digitalizáció nélkül is. Tehát nagyon sok olyan gazdálkodó van, akik nem kezdők, tehát egy 8 tonna per hektáros búzát, vagy egy 11 tonna per hektáros kukoricát
elő tudnak állítani, tehát nagyon magas hozamokat tudnak elérni, de úgy, hogy ezük ágába sincs átváltani precíziós gazdálkodásra. Tehát a legtöbb folyamat azért ezek nélkül is működik. Ugye nyilván egy automatizált talaj nélküli növényházi termesztés nem, de a legtöbb szántóföldi növénytermesztésben ez működik. Ugye itt, ahogy az ábrák is mutatják, azért sajnos a precíziós eszközökhöz kell egyfajta informatikai gondolkodás. Ugye egy okostelefonnal azért egy néhány éves gyerek is el tud boldogulni, hiába van egy nagyon bonyolult műszaki tartalom mögötte, abból a felhasználó semmit nem lát. Ugye nagyon szerencsés vagyok, mert így a szoftverek evolúcióját valahogy végig tudtam követni, és azért ahhoz, hogy egy 20 év, 25 évvel ezelőtt az ember működése tudjon bírni egy számítógépet, ahhoz azért kellett némi informatikai elhivatottság. Egy okostelefonhoz semmi nem kell. Ki van találva, felhasználóbarát. Na, ez a precíziós eszközöknél valahogy még nem következett be. Tehát ahhoz, hogy valaki jól be tudjon állítani mondjuk egy vetőgépet, tudja értékelni a hozamtérképeket, esetleg egymásra tudjon helyezni fedvényeket, fel tudjon használni a drón segítségével készült felvételeket, ahhoz azért kell egyfajta elhivatottság, kell egy informatikai gondolkodásmód. Ugye, aki jó a növénytermesztésben, érti a növények nyelvét, esetleg a növényvédelemet is ért valamit, egyáltalán nem biztos, hogy olyan képességei vannak, hogy az informatikát is átlátja ezzel együtt. Tehát nyugodtan lehet attól, hogy valaki nagyon jó szakember, hogy nem tud összerakni ilyen típusú informatikai rendszereket. Nagyon fontos tényező az, hogy azért a verseny fogalma mezőgazdaságban egy kicsit másként értelmezendő, mint az iparban, vagy bármilyen más gazdasági ágakban. Ugye a mezőgazdaságban olyan azért nem nagyon fordul elő, hogy egy több tíz vagy több száz hektáros növénytermesztő gazdaság egyszer csak csődbe megy, mert rosszul gazdálkodik. Azért ott a 70 ezer forint, minimum 70 ezer forintos területalapú támogatás, hogyha rosszabbul gazdálkodik, akkor azért azonnal nem megy tönkre, másrészt pedig nagyon nehezen lehet eladni a termelő eszközöket. Tehát egy föld vásárlása, az ugye egyrészt nem lehet vásárolni földet, másrészt mire átiratásra kerül, az is nagyon hosszú időszak lehet, tehát több hónapos, majdnem egy éves időszak. Föld bérlése sem egyszerű, tehát nem működnek teljesen úgy a piaci viszonyok, hogy aki kevésbé hatékonyan gazdálkodik, akkor előbb-utóbb abba hagyja a termelést. Tehát nem, legtöbb esetben azért nem ez a helyzet. Ezeknek a körülmények hatására én azt tapasztalom, hogy azért ez a precíziós gazdálkodás, ez a digitális technológia fejlődés nem fogja még egy jó ideig megérinteni az összes gazdálkodót. Tehát abból kell kiindulni, hogy a felső 25%, felső 1/3, akik ugye hatékonyabbak próbálnak lenni, javítani próbálják a gazdálkodásukat, ők tudnak majd ezekkel az eszközökkel élni. Ugye készültek erre számítások, azért többen foglalkoztak ezzel Magyarországon, hogy ilyen precíziós eszközökkel, tehát digitalizációval, informatikai eszközökkel mennyi jövedelem növekedést lehet elérni. Nagyon nehéz ezt becsülni, de azért egy 5-10% könnyen elérhető. Legtöbb esetben nem a hozam lesz magasabb, hanem a költségek tudnak csökkenni. És azért az 5-10% ez elég nagy tud lenni, de ugyanakkor előfordulhat, hogy egyik évről a másikra a búza ára 50%-kal nő vagy csökken. Ilyet azért láttunk már az elmúlt években. Tehát nincs akkora döntő hatása, azért természetesen van, de nincs akkora döntő hatása a jövedelmezőségre. Hát ha ez a technológia nem terjed annyira, mint amennyire így az informatika fejlettsége és elterjedtsége, a fizikai eszközök elterjedtsége mutatná, akkor mi lehet a megoldás? Hogy fog ez mégis elterjedni a mezőgazdaságban? Lehet, hogy nem ez jelenti a jövőt? De szerintem ez jelenti, tehát mindenképp ez lesz az irány, de mik lehetnek akkor a megoldások? Gondolkoztam azon, hogy ezt a diát üresen hagyom, mert én sem tudom a megoldásokat, tehát nagyon nehéz azért ezeket megfogalmazni. Nekem volt némi segítségem, készült az IVS koordinálásában egy digitális agrárstratégia, és abban is nagyon sok javaslatot megfogalmaztak, hogy a digitalizációnak egyrészt milyen pozitív hatása lenne a jövedelmezőségre, ágazat fejlesztésére, másrészt pedig, hogy milyen lépéseket kellene tenni azért,
hogy jobban el tudjanak terjedni ezek a technológiák. Onnan is puskáztam egy keveset, de azért nem akartam teljesen átvenni, úgyhogy keveredve szerepelnek a javaslatok, de az egyik legfontosabb már közhelyes javaslat, hogy ehhez képezni kell a gazdálkodókat. A gazdálkodókkal együtt a szaktanácsadókat is természetesen. Tehát ezzel foglalkozni kell. Ezt a piac nem fogja megoldani. Ez valamilyen szinten mindenképpen állami feladat marad, hogy a ilyen típusú technológiai képzést elősegítsük. Természetesen nem közvetlenül a gazdálkodók, hanem a szaktanácsadók képzésével együtt. Ugye az adatok szabványosítása is nagyon fontos. Itt azért elég rossz világ volt még akkor rám, amikor minden telefonnak más-más töltője volt. Most azért kicsit jobb a helyzet. Az adatoknál hasonlóra van szükség. Tehát nyilván minden technológia más, de az nem ártana azért, hogyha ha az elterjedt megoldások közelítenének szabványhoz, és akkor mindenképpen lehetne valami fejlődést elérni. Ugye nagyon sok adat keletkezik, jellemzően a cégek ezeket az adatokat nem szívesen adják ki. De itt azért szükség van egy szemléletváltásra. Az adatok nyílt, vagy legalább az adatok egy részének hozzáférhetővé tétele, az mindig nagyon nagy fejlődést eredményez. Ebben az esetben is nagyon nagy fejlődés lenne, hogyha mondjuk egy-egy gyártó az ő által gyártott traktorokon lévő GPS-ben szereplő adatokat legalább egy részét nyilvánossá tenni. Meg lehetne találni olyan megoldásokat, hogy a cégeknek is megérje, és ezekből a publikus adatokból, ezekből mindig születne fejlődés. De én azt gondolom, hogy az informatikában is az mindenképp egy jó irány volt, hogy kialakult a nyílt forráskódú szoftver. Azokat többen fel tudták használni, több informatikai fejlesztésnél fel lehetett használni. Mindenképpen volt egy pozitív hozadéka. Tehát a nyílt hozzáférés. A alkalmazásoknak azért egyszerűsödniük kell. Nem mondom azt, hogy a precíziós gazdálkodás bevezetése legyen olyan, mint egy okostelefon. Sosem lesz olyan. De hogyha Linux rendszergazdának kell lenni ahhoz, és ebben kell írni ahhoz, hogy én össze tudjak kapcsolni mondjuk kettő térképet, azért az nem az igazi. Tehát az mindenképp fontos, hogy ezek könnyen használhatóak legyenek. Ugye van egy dolog, ami azért kedvez, sajnos ebből a szempontból, az input anyagok azért drágulnak. Akár a műtrágya, akár a növényvédőszer árak, üzemanyagárak is fognak még, de hogyha ezeknek az input anyagoknak az ára magasabb lesz, akkor azért jobban meggondolják majd a gazdálkodók is, hogy többet spóroljanak ezekkel az inputokkal. Ezeken mindenképpen érdemes lenne változtatni. És van egy utolsó diám, amit vigasztalásul mutatok be, az agrár szakigazgatásban gyűjtött adatokról szól. Azt akarom ezzel illusztrálni, hogy azért nem jobb a helyzet a szakigazgatásban sem. Ugye nem azt jelenti, hogy rosszul dolgoznának az egyes intézmények, hanem azt jelenti, hogy külön informatikai rendszereket használnak a mezőgazdasági típusú adatok gyűjtésére. Ami nem is lenne önmagában baj, mert használja mindenki azt a megoldást, amit a legjobbnak tart, csak az a gond, hogy ezek a rendszerek a legritkább esetben tudnak összeérni. Tehát külön adatokat gyűjt, vagy használ a nemzeti, a NAV, a mezőgazdasági termelésről, az MVH, ugye a Agrártámogatások Kifizető Ügynöksége, a FÖMI, a NÉBIK, vagy a KSH, vagy ide sorolhatnám akár az Agrárgazdasági Kutató Intézetet is. Azért egyrészt Magyarországon szigorúak az adatvédelmi szabályok, nem szívesen adnak intézmények egymásnak adatokat. Ez sajnos még egy jellemző gondolkodás, ennek azért nagyon sok korláta van. Én a magam részéről szélsőségesen az adatok megosztásának a híve vagyok. Azt gondolom, hogy ebből lehet technológiai fejlődés, hogyha nem ül mindenki, nem rejtegeti egy-egy intézmény a saját adatait, hanem együtt megpróbálnak valami értelmes dolgot kihozni belőle. Ennek az is sok akadálya van, ez nem megy egyik napról a másikra. De azt gondolom, hogy mindenképpen az lesz az irány, hogy szépen, fokozatosan azért ezeket az adatbázisokat harmonizálni lehessen, és mondjuk el lehessen jutni odáig, hogy egy-egy gazdának ugye rengeteg adatot kell szolgáltatni különböző állami szerveknek, de mondjuk esetleg ne 5 helyre kelljen ugyanazt megadni, hanem mondjuk csak 2-re. A végén meg majd 1-re.
Úgyhogy ezen azért mi nagyon sokat kell dolgozni, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ez a jó irány. És akkor még most néhány példát itt hagy mondjak, ugye a saját munkahelyemről, Agrárgazdasági Kutatóintézet, hogy a kereteink között mi hogy tudunk ehhez hozzájárulni, vagy hogy tudunk ehhez az ágazat, vagy technológiai fejlődéshez kicsit hozzájárulni. Ugye nagyon sok adatgyűjtés végez az Agrárgazdasági Kutatóintézet, nem csak kutatással foglalkozik, az intézet kisebbik fele foglalkozik kutatással, másik része adatgyűjtéssel, illetve az adatok felhasználásával. Ugye többféle információs rendszerben gyűjtünk mezőgazdasági termelőktől költség- és jövedelemadatokat, gyűjtünk áradatokat piaci árinformációs rendszerben, költségadatokat a tesztüzemi rendszerben, illetve gyűjtünk agrár statisztikai adatokat is. Na most a honlapunkon, amit lehet, elérhetővé teszünk ingyenesen. Tehát szűrhetők az adatok, van hozzá lekérdező rendszer, aki tudja, használja őket. Ez ugye tájékoztatásként mindenképpen nagyon fontos, mindenképpen nagyon jó, és azt gondolom azért, hogy ezt a példát kell követni az állami intézményeknek. Tehát ami lehet, ami adatvédelmet nem sért, ott a keletkező adatokat hát a piac és az ágazat szereplői rendelkezésére kell bocsájtani. Mondok egy másik jó példát, az előző munkahelyem, az Agrárkamara. Ugye beszéltünk a növényvédelemről. Beszéltünk arról, hogy kórokozó modellek, időjárás, előrejelzés, meteorológiai állomások azért jó hatással lehetnek a költségekre, csökkenthetik azokat, és akkor csináltunk egy internetes növényvédelmi előrejelző rendszert, ahol 80 növényorvos, kiki a saját kistérségében, megyéjében előrejelzést készít. Ezt a szöveges szakértői előrejelzést kiegészíti a meteorológiai állomások mért adata, kiegészíti egy időjárás előrejelzés, és ezzel együtt, tehát ezekkel a gépi és a szakértői előrejelzéssel együtt azért úgy gondoljuk, hogy hatékonyabbá tehető a növényvédelem. A harmadik évben üzemel, és azért úgy gondolom, hogy előbb-utóbb lesz pozitív hatás az ágazatra. Ugyanez a helyzet a áradatok közzétételével, ugyanez a helyzet a költségadatok közzétételével, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez egy jó irány lesz. Én ezzel a gondolattal zárnám, és nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet.